Jó napot kívánok! A mai műsorunkban szeretnék önöknek egy tipikus őszi ételt csinálni, egy padlizsán kenőt, amilyen a hozzávalóink is padlizsán, de lássak itt ezt a padlizsánt előtte megsütöttem kemencébe, hogy egy kicsit a időt megrövidítsük. A többi hozzávaló só, bors, majonéz, hagyma, fokhagyma, olívaolaj és zöld fűszerek. Hozzá is fognák a étel készítéséhez. A padlizsánt először is megpucoljuk, bevesszük a héjáról. Lássuk, milyen szívszaftos maradt a padlizsánunk. A faszénen szokták sütni, és ezt akkor, amikor otthon grillezünk, akkor leég a faszén, és rádobáljuk a padlizsánt, és akkor ugyanígy ilyen szépen megsül nekünk, ugyanúgy leszedjük a héjáról. Jó, akkor megvan a padlizsánunk, megpucultuk. Most ezt a padlizsánt késsel szép apróra összemetéljük. Jó, ilyen darabosra hagyjuk most már, így ahogy összemetétem, lássa. Jó, beletesszük egy edénbe. Most már öntünk hozzá egy kis olívaolajat. Apró kockákra metélünk bele vörös hagymát. Fokhagymát. Jó. Teszünk bele két kanál majonézt. Borsozzuk. Sózzuk. És ezt egészet összekeverjük. Ebbe elkészült a padlizsán krémám, és azt már most már bekezdem önöknek ezt állolni. A finom ropogós házi kenyerünket vágunk egy-két szelet. Elkészült a padlizsánkenyő, egy finom ropogós kemencéskenyérrel. Mindenkinek jó étvágyat kívánok!